összeállítottuk azoknak a fiatal nőknek a névsorát, akik szépek, ismertek nyelvet, esetleg több nyelvet is beszélnek, híresek filmes vagy tévészereplésekből, esetleg bemondó nők, egy szóval akikre büszkék lehetünk a hazánkba látogató baráti országok vezetői előtt. Mert róluk van szó, elvtársak. Ők a mi hófehérkéink. Te szerelmes vagy. Vigyázz, ez egy vívó. Könnyen szíven talál, és nős. Nem is akárki a felesége, ő is egy olimpiai bajnok. Láttam a gyűrűjét. Nem utazom Kubába, jó? Itthon maradok veled. Vagy meg. Jó. Üdvözöljük Önöket! Ma visszautazunk 2018-ba csak, és egy viszonylag fiatal filmmel fogunk a mai szélesvásznú történelemben foglalkozni, aminek a címe a Színésznő. És itt van már velünk a stúdióban Vitézi László, Kossuth Díjas rendező, a film rendezője. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok! Hello! A film egyébként nehéz észre nem venni, hogy bár az a címe, hogy a Színésznő, de azért akárhogy is nézzük, Barra Margit élettörténete át meg átszövi. Majd erről mindjárt elmondod a véleményedet, de azt azért hozzátenném, hogy 1964-ben, amikor majdhogy nem az év színésznőjének választották Barra Margitot, akkor pattant ki év végén, valamikor október teljén az Onódi ügy, amiben bár a hivatalos közlemények szerint nem keverték bele, de azért mégis nyakig belekerült Barra Margit. Mi izgatott ebben a témában? Maga az ő személyes tragédiája, vagy esetleg az a rejtély, hogy hogyan lehetett valakinek ilyen magas szinten keresztbe tenni? Hát sok ilyen rejtély van még ebbe az országba, és én úgy láttam, hogy nem nagyon nyúlnak hozzá a kollégáim ezekhez. Azt tudni kell, hogy forrongott a rendszerváltás után is egy párszor a politikai élet, és ebben rendkívül számomra szép szerepet játszott a Gyarmati Dezső, akivel én együtt jártam Uszodába, és mivel ő el volt tiltva a dohányzástól, én még nem, így minden vasárnap 10-től 11-ig dohányoztunk. És akkor én kérdeztem őt, ő válaszolt, hogy hogy kezdődik a kérdés, hogy tényleg az oroszok verekedtek Ausztráliába? Tényleg, azt mondja, ez úgy volt, hogy én szóltam a XY-nak, hogy úszon oda, és mutassa a világ tévéje felé a szétvert pofáját, és akkor fogják tudni, hogy milyenek az oroszok. Ez az Ádor Ervin féle. Igen, persze, nem akarod, direkt nem nevezed neveket, ezeket igen. A neveket én tudom. De el is felejtem, nem az a célom, hogy megfejtsék. Barra Margitnak a sorsa nem Barra Margit a film, ez egy fikció, és Magyarország sorsa. Barra Margit Magyarországot játsza el. Többet felejtsük el, hogy Barra Margit. A fikció az kitaláció. Nem annyira az irodalmi érték volt itt, jelen, vagy a, hanem például olyan ismeretek, amit senki nem tudott. Le volt írva, hogy volt egy olyan osztálya az MSZMP KB valamelyik osztályának, amelyik azzal volt megbízva, hogy ha külföldi notabilitások jönnek, akkor azoknak kultúrát Magyarországról származó híres színésznőket kellett, vagy énekesnőket szórakozásképpen vacsora vendégül meghívni. Ez most egy nagyon jó apropó arra, hogy megnézzünk egy bejátszót. Pontosabban egy részletet a filmből méghozzá. A Bang Bamból, ugye a filmben a Bang Bam című előadás szerepel, ebben nézzük meg Melinda monológiát. Midőn kezem megkérte,
Nem rogyott ő téltre. Szép se volt, igen. De egy Alfonzusz, egy Cézár állott előttem. Szabad tekintet, szabad szív, szabad szó, kézbe kéz és szembe szem. Mi nálunk így szokta a szerelmes. Mi volt a fejedben, amikor megjelent előtted a főszereplőnek az arca, a karaktere? Tehát nyilvánvaló volt, hogy ő fogja megkapni a szerepet. Tehát nem lehetett kérdés. Ha bár két-három olyan másik jó színésznő volt, hogy hihetetlen. Nem mondom előtt ki. Tehát az, hogy minek alapján választ az ember, hát az, hogy ennél fontosabb dolgokat minek alapján választ a párt. Vagy iskolát, hogy ezek a legösztönösebb dolgok, amiben, ha észreveszed azt a művészi vonzalmat, ami esetleg mind a kettőtökben fölcsillan, akkor lehet dolgozni együtt, ami nem annyit jelent, hogy ő majd meg fog-e helyette csinálni a filmet. Egyáltalán nem, sőt. Érdekes, hogy ez a Melinda monológ az elején is ott van, meg a végén is, ugye egyfajta keretes szerkezetet ad a filmnek. Ezzel az volt a célod, hogy azt a bizonyos lelki folyamatot, azt az ívet bemutasd? Ugye van pici különbség az eleje meg a vége közötti Szávai Viktória alakítás között. Több filmem keretbe foglalt. Tehát én ezzel tudatosan foglalkozom, mert a filmes keret az olyan, mint egy festménynek a kerete. Egy festmény kerete az nem annyit jelent, hogy csak azok merül érvényes, hanem hogy onnan sugárzik kifele. Nem a többi faltot. Én a kerettel elválasztom a többi magyar filmtől ezt. Szeretnék folytatni semmiféle olyan új hullámot, amit nem magunk találtunk ki. Ez például a budapesti iskola, amit mi találtunk ki, ezt folytatjuk. És remélem támogatás is lesz hozzá, ha bár ezt már csinálni nem kell igazán, csak fölfedezni, hogy ez volt. Volt alkalmad egyszer Bara Margittal találkozni, de legalábbis nagyon sok ideig figyelted a tekintetét. Ez még abból az időszakból van, amikor egy forgatáson világosítóként dolgoztál. Igen. És nekem azért maradt meg, hogy figyelted a tekintetét, mert most itt adás előtt arról beszélgetünk, hogy milyen fontosak az arcközeli képek, és ezek az arcközeli felvételek, amikor igazán látjuk egy színésznek a szemét, mondjuk egy jeleneten belül, és ebbe a filmbe különösen érezhető, hogy nagyon sok az arcközeli közeli képkivágás. Miért fontos ez neked, vagy miért jelenik meg mondjuk ebbe a filmbe is ennyire erősen az arcközeli felvétel? Nagyon nehéz ez technikai kérdésnek tekinteni, ha bár van technikai oldala is, mert ha közel megyek valakihez, a szemét látom, az nem mindegy, hogy egyedül van, vagy ketten vannak. Ha ketten vannak, egy viszonyban van valakivel. És ezt a viszonyt, ezt már csak a szemébe látom. Ha azt mondom, hogy egy színész nő vagy te most éppen, és egy szerelmes játszol, és most ide. Mondjad, hogy szeretlek. Ide, mondjad neki. Most adásba? Adásba. Júj. Jó. Ez a színészi feladat. Ez a színészi feladat? Igen. És ez... Tessék próbálni. Kinek mondom, hogy szeretlek? A szerelmemnek, a férjemnek? A férjednek. 20 év után, vagy 1 év után? 1 év után. Szeretlek. Helyes. Na most, ha ott lenne egy másik kamera a hátad mögött, és itt lenne a férjed. Igen. Akkor az ő szemébe tükröződni, ami a lényeg. Létrejönne a léleknek az a villódzás, ami kettőtök között megvan, de így kimarad, mert mindig külön veszik föl.
Ez egy hallatlan probléma. Nem fejlődött túl ezen a filmgyártás. A filmben is van egy ilyen jelenet, amikor annyira közel vannak egymáshoz, Adorjáni Bálint és Szávai Viktória, hogy tulajdonképpen még nem mondják ki egymásnak, hogy szeretlek, de gyakorlatilag ott vibrál a levegőben. Jó, ezt példának mondtam, hát persze. Persze, de én meg azért mondtam, hogy nézzük akkor meg ezt a kis részletet. Ja, jó. Mondja, a vívás is lelki dolog, mint a színészet? Az ellenfélnek a páston nincs arca. Az a legrosszabb, hogy nem látom a szemét a sisakrosté mögött. Magának könnyű. Bármikor belenézhet a partnere tekintetébe. Én csak érzem, hogy mikor fog támadni és hova fog szúrni. De érzem. Ez belülről jön. Szóval mégiscsak lelki dolog. Reflex, az nagyon fontos. Megérzés. Az egész egy nagy stratégiai játék. Az ellenfél koncentrációja hullámzik. A lényeg az, hogy becsapjam, hogy kicsaljak tőle egy olyan mozdulatot, ami tanult, ami beidegződés. Ezt elkezdi csinálni, és akkor beviszem a találatot. Bár nem életre halálra játsszák, de azért mégis. Tulajdonképpen itt ez egy több rétegű dialóg, sokféle jelentése van, nem csak a vívás technikája és taktikája, hanem a párkapcsolatépítésnek is a technikája jön ki ebből. És itt nagyon sokszor felvetődik a filmnézése közben. Én úgy néztem ezt a filmet, bevallom őszintén, mint Bara Margit élettörténetét, vagy annak legalábbis egy epizódját. És most itt természetesen köszönöm, hogy elmondtad nekünk, hogy ez igazából az egész országról szól. De azért mégiscsak felvetődik az emberben a kérdés, hogy hol van a fikció, és hol van a valóság közötti határ, miért pont vívó lett mondjuk az egyébként Gyarmati Dezső vízilabdás, vagy ez egész egyszerűen csak egy találomra kiválasztotta egy másik sikersportágat a magyar sporttörténetből? Egyfelől így van. Másfelől pedig úgy kell elképzelni mindent, hogy a forgatókönyvírás az egy lassú dolog. Az ember agya magyarul szavakat formál, betűket rak egymás mellé, és ennél gyorsabban nem tud gondolkodni, mert akkor elfelejti, mire a mondat végére ér. Tehát a beszédnek a gondolkodási gyorsaságát kell segítségül hívni ahhoz, hogy jól tudjál filmről gondolkodni. Ha a tollnak a sebességét, vagy a klaviatúra sebességét veszed, akkor elfelejtesz mindent, kijössz az érzésből. Éppen ezért nekem nem tudok elég hálásnak lenni az ő munkájukért. Érted, van egy gyorsírni tudó történész, aki miközben beszélgetünk a filmről vagy jelenetről, aközben már gyorsírásba írja, és estére készen van egy jelenet tervezet. Na most ez pontos olyan, mint a két kamerával való forgatás, hogy szerintem ez itt Magyarországon nem tanították, én magam jöttem rá, és a véletlenül a producer nem ezzel a jó emberrel járt volna egy iskolába, akkor nem is ismerem meg. A filmes gondolkodás az egy szabadon futó, tehát bármikor, bármelyik folyó kibír az én agyamból áradni, ha beszél van, beszédek, ha beszélek, akkor. Ha viszont írnék erről, akkor százszor meggondolnám, és a régi vonalokon belül maradna a folyó. Tehát a gondolkodás más, de teljes mértékben. Akkor is, hogyha egy adaptációról van szó. A rögtönzésnek az agyműködés tudatos használatának a fortéjait használom én ahhoz, hogy olyan jelenetek jöjjenek létre egymás után, amik teljesen szokatlanok. Én mondom, aki csinálta. Nézzünk meg egy jelenetet most Piros Ildikóval, és róla is beszélgetünk majd. Drága művésznő,
Köszönöm a tiszteletjegyet. Állva tapsoltunk a végén. Csomagoltam egy kis francia krémes, kérem fogadja el. A frissből van. Imádom a színházat. Édesanyám még Bécsbe járt, az operába. Engem is magával vitt. Nem voltam én mindig pultos nő. De hát ezt is szeretem, ha Isten ezt a sorsot adta. Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy tulajdonképpen kis szerep, és mégis Piros Ildikó játssza ezt a kis szerepet, és hogy miért volt fontos, hogy ő játssza ezt a kis szerepet, és miért volt fontos az a mondat, hogy az édesanyám Bécsbe járt az operába? Azért, mert így történt. Slusszvá. Nincs külön fontossága, hanem jellemző ereje van. Tehát, hogyha én a Piros Ildikót megláttam, akkor aki hasonlított édesanyámra, akkor mindjárt eszembe jutott, hogy pultos volt a mit tudom én melyik kávéházba, és hogy hányszor szégyenkezett ott, hogy ugye gazdag emberek voltak, és megfosztották mindenüktől őket, hogy ő kiszolgálja a többi embert, igyekezett jól csinálni. És ez jön benne van. És azt hiszem, hogy el kell sisteregni valamiért, és ez a probléma szembe kerül a Vara Margiték nagy problémájával, erősíti. Maradva egyébként még a személyes vonalnál, engem megütött a fülemet, mikor néztem a filmet, hogy magadat is beleírtad, vagy beleírtak a forgatókönyv. Általában. A Vitézi Laci és a Pap Feri, ugye, aki pedig az egyik forgatókönyvíró volt a Markert Károly mellett. Hogy jött ez az ötlet? Mert ez szerintem egy zseniális fricskája a cselekménynek. Nézd, ennek van egy szomorúbb része. A szomorúbb része az, hogy 83. évemet most töltöttem be. És általában a nagyobb rendezők, mintha én annak tartanám magam, majd mások tartanak valahova, a saját nevüket bele szokták mondani a filmbe, utolsó filmjükbe. Ó, ezért reméljük, hogy ez nem így volt. Tehát készül film? Még film. Nem fog. Egy olyan filmet szeretnék, ami nem film, tehát nem játékfilm, nem dokumentumfilm, nem semmilyen film, hanem én a leghatározottabban ragaszkodva ahhoz, amit elképzeltem, egy verses filmdrámát szeretnék bemutatni a Holtovágy közepén, és két magyar vezető színésszel, azért nem mondom a nevüket, mert egyik beteg, másik Sinko Istvánnak hívják a költőt, és két barátom, akik elmondják. Az érdekes, hogy nem filmet csinálni, hanem verset mondani, mert ugye beszéltünk az előbb a írás sebességéről, a gondolkodásról, a beszédéről. Na most a magyar nyelvnek van egy fantasztikus tulajdonsága, remekül lehet verselni. Most ezt szeretném egyszer mindenkorra bemutatni, hogy ennél nagyobb kincsünk nincs. Mint a magyar nyelv. Igen, ez biztos, hogy így van. Utolsó kérdésként arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e a filmforgatás kapcsán esetleg egy olyan emlékezetes pillanat, vagy akár momentum, vagy forgatási nap, amit szívesen visszaidéznél nekünk? Nincs. Nincs. Ilyenek nincsenek. Ha már valamit vissza kéne idézni, az egy probléma lenne, amit meg lehetett oldani. És mi volt a probléma, és hogy lehetett megoldani? Az igen. De meg kell, hogy mondjam, hogy olyan professzionista stábból dolgoztam, hogy ilyesmi nem volt. Nekem olyan... Mit gondoltok, mennyi időt forgattak le egy játékfilmet Magyarországon? Mondj egy számot. 6-7. Hétbe? Egy egész filmet? Hát szerintem 3 hónap, 4 hónap. Na, ez 11 nap alatt ki. Akkor még én is túlbecsültem. Tehát ez arról szól, hogy mindennek
nem a lerövidülés a cél, hanem a lényegre törés. És nem kell ahhoz nagy utakat bejárni, különféle angol kertekbe, vagy angol ebédlős garnitúrák között, hanem elég a négy szem között. És ha jól meg van csinálva, írva, rendezve, rendező, a színész elkapja, akkor annál jobb nem lehet. Tehát ilyen javítássorsdi az volt, időként nem tetszett, és akkor leültem az egyik színésszel, megnéztük, hogy mi volt ez, mit érzett rosszul, mit jól, és akkor egyszer csak ő maga rájött, hogy mi a megoldás. Vitézi László, én nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy elmondtad ezeket. És szület után pedig ugye ezt fogjuk folytatni Dudás Viktor filmszakértővel. Ez így. Úgyhogy várjuk vissza önöket. Nézzenek minket a szünet után is. Köszöntjük Önöket ismét a szünet után, ez még mindig a Széles Vásznú történelem, és folytatjuk a Színésznő című 2018-as filmnek az elemzését. Itt van már velünk Dudás Viktor filmszakértő. Szervusz Viktor, köszöntünk itt. Szervusztok, köszönöm, kedves nézők, örülünk, hogy itt vagy. Beszélgettünk itt az adás előtt, hogy amit nem tudtunk megkérdezni Vitézi Lászlótól, hogy szerinted miért fekete-fehér ez a film? Szerintem a kórhűség miatt. Nekem tetszik, hogy fekete-fehér. Tehát ugye a Tanár úrnak a, például az Énekesnő című filmje is, ami ugye a Szűcs Sándor és a Kovács Erzsi életét, hasonló történetét meséli el. Az is fekete-fehér, de ha jól emlékszem, az Égi Madár című filmje is. Tehát amiket például a Moritz adaptációi is többnyire fekete-fehérek. Nekem tetszik a kórhűség miatt. Engem már igazából, ha színes lenne, az zavarna jobban, mert szerintem a nézőnek a képzeletét jobban ki tudja nyitni egy fekete-fehér film egy ilyen történet esetében, mert azért erről a korszakról, vagy ezekről a korszakokról azért azt gondolom, hogy mindenkinek az emlékezetében másabb típusú gondolatok, emlékképek vannak, és nekünk így sokkal könnyebb szerintem felöltöztetni egy ilyen történetet. Tehát ha ez ilyen túl harsány lett volna, ilyen a mai elvárások szerint ilyen nagyon kontrasztos, színes, az szerintem inkább zavaró lett volna. Meg azt gondolom, hogy most ezt nem negatív minősítésként, de azt gondolom, hogy ennek sokszor lehetnek költségvetési okai is, mert egy fekete-fehér feldolgozásnál szerintem a díszletekre és a jelmezekre sem kell feltétlenül akkora hangsúlyt fektetni a színharmónia meg a színskála tekintetében, de én azt gondolom, hogy ennek a történetnek így fekete-fehérben elmesélve szerintem sokkal nagyobb hatása van. Hogyha mondjuk a Steven Spielbergnek a West Side Story című filmjére gondolok, ami úgy pár évvel ezelőtt debütált a mozikban, és nagyon nagy sikert aratott, bár volt, aki lehúzta, de ez most nem ide tartozik, az borzasztóan színes volt. Én most azért hoztam ezt fel példának, mert az is ugye egy régi időszaknak, egy régi Amerikának az életét mutatja be. Szerinted ez sokszor tükröz egyébként egy aktuálisan akkori történelmi időszaknak a hangulatát, és mondjuk azért, mivel ezért ez egy sötét időkben, ugye az átkosban játszódik, sokszor beszéljük ezt a Bencével, ugye az 50-es éveket dolgozza föl. A fekete-fehérség az a kornak a sötétségét is mutatja egy kicsit a nézők számára? Tehát sokszor ez a rendezői koncepció? Szerintem igen. Mondjuk a Spielberg hasonlat az azért más egy picit, ugye, mert ott a Spielberg nagyon az eredeti West Side Story-t akarta a saját elképzelései szerint újra megcsinálni. És ugye amikor az első West Side Story készült, akkor ugye a Technicolor technológiának köszönhetően az egy ilyen nagyon harsányan, nagyon-nagyon tarka film volt, és egy nagyon-nagyon látványos
látványos színei voltak, és ő gyakorlatilag ezt a világot akarta visszaadni most a saját feldolgozásával, gyakorlatilag még tökéletesebben és a modern technikát maximálisan csúcsra járatva. De ha most visszaemlékszel, mondjuk, ha már említettük a Spielberget, például a München című filmjére, a sokkal sötétebb tónusú. De hogyha most megemlítjük például a Mások élete című filmet, amit ugye a németeknek ugye az Oscar díjas filmje volt, ami szintén a hasonló kommunista időkből származó megfigyeléses történet. Arra a történetre is, ha visszaemlékezel, nem a harsány színekre emlékszel, hanem a szívszorító történetre és a drámaiságra, és az, hogy gyakorlatilag ugye ez a hatalom milyen egészen elképesztő módon figyelte meg és befolyásolta a benne élőket, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ennek a drámaiságnak a visszaadása, ez fekete-fehérben szerintem sokkal erőteljesebb, mert hogy gyakorlatilag tényleg nem voltak színek, tehát végletek voltak. Tehát hogy az, hogy gyakorlatilag az ország legünnepeltebb színésznőjét, aki gyakorlatilag abban az időben tényleg mindenki egyértelműen a legszebbnek, a legkívánatosabbnak tartott, és a kor olyan ideájait, mint a Sophia Loren meg a Lolo Brigida is háttérbe tudott szorítani, hogyha egy ilyen színésznőnek a karrierjét gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra, és nem tudjuk, hogy miért, derékba lehetett törni, ez egy olyan komoly üzenet volt gyakorlatilag az egész ország számára, a kisembertől a nagyemberig, hogy ezt bárkivel megtehetjük. És senkit sem véd meg a saját népszerűsége, a saját ismertsége, a saját művészi teljesítménye attól, hogy eltiporjuk és példát statuáljunk vele. Ez a korszak ugye nem feltétlenül fekete-fehér volt, hanem inkább fekete. Ez a Bara Margit történetéből is kiválóan látszik. Most nézzük meg egy olyan jelenetet, ahol Fassbaum Béla századost alakít, és elmondja, hogy most egy olyan világ jön, amikor majd mindenki gyanús lesz. Bemutatom Gubica József százados elvtársat, átveszi az ügy irányítását. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús lesz. Aki szép, aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek. A rútak, a tehetségtelenek, és a jellemtelenek. Ezek lennénk mi. Mert én Márait idéztem. Tudják ki az? Amerikában ír ellenünk. Vegyék komolyan, amit rólunk ír, elvtársak. Azért itt egy mondatot engedjetek meg nekem. Ugye itt 1962. augusztusában át szervezik az egész belügyminisztériumot, és megalakul a harmadik fősoportfőnökség. Gyakorlatilag ez annak a lenyomata, Vitéz László egyébként zseniálisan játszatja el Fassbaum Bélával azt, hogy átalakulnak, intenzívebbé válik a megfigyelés, itt évente 4-5 ezer ügynököt beszerveznek, kimondani is sok, és a végén több tízezer ember fog figyelni a többségi társadalmat. És az is félelmetes volt állni, hogy Pindrok Csaba magára vette a márai sorokat. Akkoriban ugye, ha jól tudom, Márait nem is nagyon ismerték a korabeli társadalom. Hát abszolút nem. Tehát ugye szerintem tényleg a szamizdat szamizdatja volt abban az időszakban. Gyakorlatilag akkor ilyen történetek jellemezték az országot. És gyakorlatilag ugye a történet az csak alliterál a Bala Margit történetére. Tehát ugye, ha jól emlékszem, ugye a tanár úr is említette, hogy ugye ez nem egyértelműen a Bala Margit története, de szerintem pont azért, mert hogy ez nem egyértelműen a Bala Margit története, hanem sokkal általánosabban mutatja be a akkori rendszernek a működését, és hogy hogyan tudott a rendszer hatással lenni a mindennapjainkra. Szerintem egy mai néző számára, aki még abban a korszakban nem élt, és mondjuk csak a történelem könyvekből ismeri ezt az időszakot, számára szerintem sokkal inkább átélhető azáltal, hogy általános igazságokat mond a rendszerről. Mert ugye, hogyha csak azt mondanánk, hogy ez csak a Bara Margittal történt meg, és ez egy róla szóló történet lenne, akkor szerintem a könnyelmű nézőben lehetne egy olyan vélemény, hogy ez csak tényleg a Bara Margit
miatta történt, és ugye nem zörög arra azt, ha nem fújja a szél, tehát hogy még biztos, hogy még valami ott tényleg volt a háttérben, de hát ugye így azáltal, hogy általánosít a történet, szerintem ez sokkal jobban befogadhatóvá teszi a fiataltól az idősebbekig bezárólag a történetnek a súlyát. Egyébként beszéljünk egy kicsit még Bara Margit színészi erényeiről. Ugye korabeli filmkritikákat olvasva sokan azt mondják, hogy jobban teljesített a filmekben, mint a színpadokon. Ez mennyire állja meg a helyét? Vagy ez csak egy korabeli kritikai túlzás volt? Hát annyira imádta a közönség a Vásznon, hogy abban a korban egyébként már többször beszélgettünk itt mi is, hogy Várkonyi Zoltán filmjeit is a kritika hogy lehúzta, mert hogy akit a közönség akkor olyan nagyon-nagyon imádott, azért azt a kritika igyekezett mindig helyre tenni, hogy azért az nem egészen úgy van, de tény és való, hogy a színpadon nem tudott annyira látványosan teljesíteni, mert hogy gyakorlatilag a színpadról a szépsége nem sugárzott ránk akkora méretben, mint a Vásznon. Tehát, hogyha most megnézzünk egy Bara Margit filmet, és látjuk őt a Vásznon, a mai napig meg tud igézni minket. És az meg egy külön sorsszerű dolog az ő életében, hogy most a szegény gazdagoktól kezdve a házasziklákon alatt át a záporig nagyon-nagyon sok kiszolgáltatott, nehéz sorsú nőt játszott. Tehát olyan, hogy ilyen önfelett, vidám, komikát, vagy csak egyszerűen egy hétköznapi drámáktól mentes, kiegyensúlyozott személyiséget kellett volna neki játszani a Vásznon, ez szinte soha nem adatott meg az ő karrierjében. Tehát ez is egyfajta sorsszerűség volt az ő életében, ha úgy tetszik, hogy nem tudott igazából egy ilyen nagyon-nagyon kis teljesedő, tehát olyat mondjuk, mint a Sophia Loren, vagy amit a Lola Brigida meg tudott a Vásznon jeleníteni, egy ilyen tündöklő, ragyogó szépség, az soha nem tudott lenni a Vásznon. Nézzünk meg egy újabb kis részletet. Ez egy olyan részlet lesz, amikor a színésznőt arra utasítják, hogy nem beszélhet senkivel. Jöjjön most ez. Kik lesznek még ott? Sok kolléganője szokott hasonló felkéréseket vállalni, de énekesek, sőt tévében mondó nők is vannak köztük. Érdekes, senkitől nem hallottam még erről. Maga sem mondja senkinek. És miből gondolja, hogy Fidel Castro-t érdekelni, amit én mondok? Maga szép, intelligens és híres. Kik lesznek még ott? Ezúttal egyedül lesz. Egyedül? Na jó, de tolmács se lesz? Maga jól beszél angolul. Hát, annyira azért nem jól. Ezt meg kell beszélnem. Nem beszélhet senkivel. Mondtál egy nagyon jó kifejezést, Viktor, ami megmaradt a fülemben, ez az arctalan becsempészés. Ugye, hogy arctalanság egyébként már máskor is megjelent a filmben, annál a jelenetnél, amikor ugye Adorjáni Bálinttal megismerkedik Szávai Viktória, ugye most a színészek nevét mondom, és ott is az arctalanságról van szó. Valahogy erre a korra talán jellemző volt ez az arctalanság, nem? Igen, és ugye ez a manipulatív befolyásolás, hogy senkinek ne mondja. Mert ugye abban a pillanatban, ha másnak kezded el mondani, akkor te magad állítasz ki magadról bizonyítványt ebben a kérdésben. Illetve magáról a rendszerről, nem? Ez egy annyira súlyos szintű befolyásolás, hogy tényleg senkinek nem tudsz beszélni róla, vagy ha beszélsz róla, akkor nem tudhatod, hogy ki az, akinek elmondod, és az hogyan és miként jutatja vissza azt, amit te mondasz. Tehát ugye itt ebben a filmben is ugye a fantasztikus Tóth Ildikónak a karaktere, aki a legjobb barátnője a főszereplőnőnek. Most, hogy ez valóban így volt, vagy nem volt így, hogy a színház titkárával milyen viszonyban volt a Bara Margit, ezt nem tudjuk, de hát azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok ilyen úgymond beépített ember volt, akik egyébként kifejezetten keresték a másik ember bizalmát, és ugye, ahogy itt a Fassbaum Bélás idézetből is láttuk, hogy az a gyanús, aki nem gyanús, meg ugye ezt a tanúból is
tudjuk régről, hogy az a gyanús, aki nem gyanús. Tehát, hogy direkt utazott erre a rendszer, hogy igyekeztek olyan helyzetet teremteni, hogy na gyere, nekem kijöntheted, hát tudod, hogy bennem megbízhatsz, és általában mindig ezekből voltak a legnagyobb árulások aztán az évek folyamán. Tehát borzasztó nehéz volt abban a korszakban élni, és ugye most többen fölteszik a kérdést, hogy jó, hát akkor miért nem mentek külföldre? Tehát nem volt lehetőség arra, hogy az ember külföldre menjen, tehát útlevél nem volt, tehát hogyha mondjuk valaki történetesen a hegyeshalmi rokonokat akart elmenni meglátogatni, ahhoz is határövezeti engedélyt kellett kérni a rendőrségről, és be kellett jelenteni, hogy mi oda megyünk rokon látogatásra, és ugye a határtól már 50 kilométerre, meg 20 kilométerre is megállították az embert, hogy háló, hova tetszik menni, és akkor föl kellett mutatni az igazolványt, hogy, vagy az engedélyt, hogy háló, mi megyünk a rokont látogatni a határ melletti településre. Tehát, hogy nem volt arra lehetősége senkinek, hogy csak úgy hip-hop elhagyja az országot például. De milyen érdekes egyébként, nem, hogy ti nem érzitek ezt, hogy sokszor, ugye nagyon sokszor foglalkozunk 50-es években készült filmekkel, akik azért mindig egy kort bemutatnak, és valahogy nekem nagyon sokszor a vászorról az jön le, illetve az az érzésem, hogy tulajdonképpen ez nem is volt olyan rossz, meg azért volt ennek jó oldala, nyilván érzésre, nyilván tudom, hogy nem erről van szó, és akkor mindig elmondja a Bence, hogy azért az 50-es évek egyik legsötétebb időszakáról beszélünk most. Szóval, hogy nem, hogy milyen érdekes ez a kontraszt, hogy ennyire drámai volt, és ennyire tényleg fekete volt az egész, és gyakorlatilag vállalhatatlan, és képernyőn meg tényleg azt adtak el, amit akartak. Abszolút, tehát gyakorlatilag annyira irányított és annyira befolyásolt volt a rendszer, tehát egy televízió volt összevonva a rádióval. Szinte majdnem ugyanaz a grémium döntött arról, hogy kiléphet színpadra, akár rockkoncerten, akár színházban, de még a fővárosi nagycirkuszban is, meg a kisebb lokálokban itt-ott-amott. Tehát gyakorlatilag minden engedélyhez volt kötve, és mindent abszolút kontrolláltak. És ugye egy ilyen korszakban az ember nyilvánvalóan ahhoz, hogy mondjuk élni tudjon, ahhoz, hogy normális nyugodt életet tudjon biztosítani, meg megélhetést a családjának, ahhoz ezeket a kompromisszumokat meg kellett kötni, és ezek sajnos olyan kompromisszumok, hogy ezeket innen most visszanézve fel sem lehet fogni igazából. Mert az embernek két választása volt, hogy vagy börtönbe kerül, vagy pedig segédmunkásként a vasreszeléket söprögeti mérnök diplomával, vagy pedig történetesen lehetősége van karriert építeni. Tehát tudom, az én édesapámat is, annak ellenére, hogy a nagyapám pilóta volt, hortista kadéttiszt, hiába ért el 6-szor is maximális pontszámot az Állatorvos Tudományi Egyetemen, nem vették föl csak 7-szerre, amikor már a ganzmávakban, mint segédmunkás beléptették a pártba a kiváló munkáért, és ő nem volt hajlandó föladni az álmait. De az, hogy ma el tudjuk-e képzelni azt, hogy valóban abban a korszakban milyen lehetett élni, csak az ilyen elmondásokból tudjuk visszaderíteni. Beszélgettünk az előbb arról, hogy senki nem bízhatott meg senkiben. Erre nagyon sok példa van a Baromi Margit filmben. Én most azt javaslom, hogy azt a jelenetet nézzük meg, amikor a Halász Géza sírjánál áll Szávai Viktória és Tóth Ildikó, és úgy beszél neki, mint ahogy nem is tudja, hogy tulajdonképpen egy belügyminisztériumi rezidenssel beszélget. Te hiszel Istenben? Hát nálunk meg hisznek az emberek. Én is jártam templomba. Bérmálkoztam. Hittem Istenben, de megijedtem. Mitől? Attól, hogy ő mindent tud. Látja a titkaimat. Nekem láthatja. Ha szegény Szávai Viktória tudta volna, hogy kivel beszélget, akkor talán értette volna azt is, hogy Tóth Ildikó miről beszél.
Igen, de ugye ez, hogy az előbb is beszélgettünk róla, hogy ez a bizalomba férkőzésnek is egy tipikus helyzete volt. Tehát nagyon-nagyon sok mindenkit csaltak úgymond lépre azzal, hogy elkezdtek egykorúak, vagy picit idősebb emberek arról beszélni, hogy még a háború előtt én is ezt csináltam, meg én is, és még a háború után is megtartottam ezeket a szokásokat, stb. És akkor ezáltal az emberek úgymond, akik úgymond keresték a kapcsolatot a klerikális elemekhez, azok könnyebben megnyíltak, és ezáltal könnyebben zsarolhatóbbak is váltak. De egyébként ez a jelenet azt is megmutatja, hogy ugye a Varga Margitnak a személyéről az is járja, hogy ugye tényleg nagyon erkölcsös volt, és tényleg nagyon-nagyon az elveihez hű maradt, és ugye ez a filmben is benne van egy jelenetben, ugye, hogy próbálták őt ledér helyzetben filmezni, és ezektől minden egyes filmjében mereven elzárkó hozott, mert hogy egyébként önérzetes is volt annyira, hogy azt mondta, hogy őt a színészi tehetségért és a színészi képességeiért hagyják szerepelni, nem pedig azért, mert hogy történetesen bombasztikus alakja van. Végezetül szerintem azt a kérdést mindenképpen tisztáznunk kéne, hogy volt-e neki visszaút? Ugye történt valami, történt, botrány lett belőle, és parkolópályára tették. De vajon tudott-e volna olyat tenni a színészi pályán, hogy visszafogadja őt a színészi társadalom, és utána újraindíthatta volna a karriert. Ugye tudjuk, ezekhez a 77-ben végleg, és visszavonhatatlanul visszavonult. Hát ez egy akkora sértettség, és gyakorlatilag az, hogy senkitől semmilyen magyarázatot nem kapott, és gyakorlatilag ugye azt tudjuk, hogy a Szirtes Ádám volt az egyetlen, aki bement a pártbizottságra, nem, ugye a Nemzeti Színházba bement, és lecsapta a pártak könyvét, és kilépett a pártból, mert ugye ezt, hogyha meg lehet csinálni a Varga Margittal, akkor ezt mindenkitől. De egyébként az egész szakma gyakorlatilag néma maradt. Mindenki. És ez gyakorlatilag szerintem ez volt a legfájóbb a Varga Margit számára, és én azt gondolom, hogy ő nem is vágyott vissza már egy idő után ebbe a közegbe. Tehát ugye ő még egy darabig próbálkozott, ugye lement vidékre, nagyon méltatlan körülmények között, nagyon méltatlan szerepekben, és ez ugye amikor elment a férjével együtt Kolumbiába, akkor gyakorlatilag utána onnan, amikor visszatért, akkor már végképp nem ambicionálta. Aztán ugye amikor megtörtént a rehabilitálás, ugye akkor ugye próbálkoztak, hogy szerepeket adjanak neki, és próbálják úgymond filmekben meg színpadra visszacsábítani, de addigra ő már ettől teljesen elzárkózott. Egy nagyon-nagyon összetört ember lett. Egyszer a Törőcsik Marival volt szerencsém pont a halálakor egy műsorban együtt emlékezni rá, és gyakorlatilag a Törőcsik művésznő is azt mondta, hogy gyakorlatilag a szakmának az egyik legnagyobb igazságtalansága az, hogy a Varga Margittól soha az egész szakma egy emberként nem kért bocsánatot. Isten volt gyógyíra a 2002-es Kossuth díj sem, szerinted? Én azt gondolom, hogy neki belül az, hogy jött egy új rendszer, amelyik megbocsátott neki, az egy valószínűleg egy jó leső érzés volt, de nézd, azokat az éveket és azt a törést, amit okozott neki ez a helyzet, az szerintem egyetlen egy, de sem 5, sem 10 Kossuth díj nem tudta volna visszaadni. Tudás Viktornak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és elmondtad ezeket. Köszönjük, hogy eljöttél. És köszönjük szépen az önök figyelmét. Most következzen a Színésznő című film, melynek rendezője Vitézi László, operatőre pedig Markert Károly pap Ferenc. Különlegessége, hogy 2 operatőrre dolgozott a rendező. Ehhez jó szórakozást kívánunk, nézzenek minket a következő alkalommal is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.